Szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban olyan Netflix sorozatokat szeretnék a figyelmetbe ajánlani, amelyek igazán tökéletesek arra, hogy kikapcsoljanak, és arra is, hogy angolul tanulj belőlük az ünnepek alatt. Nos, nem tudom te, hogy vagy vele, de én nagyon-nagyon várom már a december közepét, amikor véget ér ez az évvégi őrület és az évvégi zárás, és végre lesz időm arra, hogy megnézzem azokat a filmeket és sorozatokat, amelyek kimaradtak mondjuk az utóbbi hetekben vagy a hónapokban. Néhány héttel ezelőtt egy korábbi videómban ajánlottam a figyelmetbe egy olyan Chrome bővítményt, amely teljesen ingyenes, és hogyha letöltöd és telepíted a gépedre, akkor az egész Netflix szolgáltató tulajdonképpen egy privát nyelviskolává fog alakulni, és egymás alatt láthatod majd a kedvenc filmjeid és sorozataid, angol nyelvű lábjegyzeteit, illetve a magyar nyelvű feliratokat alatta. Úgyhogy ha még nem nézted meg azt a videót, akkor javaslom, hogy nézd meg azt is, hiszen ezzel együtt lesz teljes ez a mostani videó. Három darab olyan sorozatot szeretnék a figyelmedbe ajánlani, ami tökéletesen alkalmas arra, hogy fejleszd velük az angol tudásodat, el is mondom mindegyiknél, hogy miért tartom erre alkalmasnak. Az első sorozat, amit szeretnék a figyelmedbe ajánlani, ennek az a címe, hogy Ozark. Ez egy pénzügyi tanácsadóról szól, és tulajdonképpen a műfaja egy bűnügyi, egy nagyon szatirikus bűnügyi dráma. Úgyhogy ha annak idején te szeretted a Breaking Bad, vagyis a Totál Szívás című sorozatot, akkor én szinte biztos vagyok benne, hogy ez a sorozat is tetszeni fog neked. A főhős egy pénzügyi tanácsadó, aki belekeveredik a mexikói drogkártel pénzének a tisztára mosásába, és ezért kénytelen elmenekülni a családjával együtt a Missouri állambeli Ozark városába, ahol a családi problémákat, a magánéleti problémákat és a pénzügyi csalásnak a problémáit, ha mondhatom ezt, egyszerre kell megoldania. Úgyhogy 3 évad készült a sorozatból, tehát azt hiszem, hogy összesen 30 részből áll, tehát ha van kedved, akkor az összes részt megnézheted tulajdonképpen néhány nap vagy néhány hét leforgása alatt. Miért tartom ezt ideálisnak arra, hogy angolul tanulj belőle? Nos, elsősorban az amerikai angol szókincset és szlenget tudod felvenni ebből a sorozatból. A mindennapokban használt szókincsre fókuszál a sorozat, és mivel vannak benne hosszabb monológok, ezért tökéletesen alkalmas arra, hogy fejleszd az amerikai angol szókincsedet, és megfigyeld azt, hogy hogyan beszélnek tulajdonképpen a középosztálybeli amerikai szereplők. A második számú sorozat, az egy szintén az egyik személyes kedvencem, egy nagyon-nagyon különleges egyvelege a sitcomnak, tehát a szituációs komédiának, és egy nagyon különleges utópikus science fictionnek. A sorozatnak az a címe, hogy The Good Place, vagyis a jó hely. A jó hely. Úgy kezdődik a sorozat, hogy Eleanor, egy ügyvédnő a halála után egy váróban ébred, ahol is megtudja, hogy mivel példás életet élt, ezért egy utópikus paradicsomba kerül, vagyis a jó helyre. Azonban tudni kell, hogy Eleanor egész életében egy önző, kibírhatatlan és utálatos nő volt, és tulajdonképpen azt gondolja, hogy valamilyen hiba történt, és ezért került ő ide, hiszen egyáltalán nem érdemelte meg ezt a díjat, vagy ezt a jutalmat, ezért kétségbeesve próbál tulajdonképpen a halála után minél több jó dolgot tenni, és etikus emberré válni, hogy nehogy a rossz helyre kerüljön, ahol egyébként oda lenne való. Nos, ez egy nagyon-nagyon látványos sorozat, és tulajdonképpen kiemelkedik a nagyon szokványos, tipikus amerikai családot és a gyerekeiket és a barátaikat bemutató sitcomok világából, úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes arra, hogy megnézd.
Angol tanulás szempontjából nagyon látványos a sorozat, viszont nagyon-nagyon egyszerű a nyelvezete. Tehát viszonylag lassan beszélnek benne a szereplők, ezért én úgy gondolom, hogy a kezdők számára is ideális lehet arra, hogy tulajdonképpen szórakozva és kikapcsolódva elkezdjenek angolul tanulni, vagy mondjuk szinten tartsák az angol nyelvtudásukat az ünnepek alatt is. És a végére hagytam az én nagy-nagy kedvencemet, tehát a harmadik sorozat, amit a figyelmetbe ajánlok, az nem más, mint a The Crown, vagyis a Korona című sorozat, ami második Erzsébet uralkodását mutatja be, tulajdonképpen a gyermekkorától kezdve, és ha minden igaz, a sorozat a hatodik évadda, eddig 4 évad készült el belőle, és 6 évad lesz összesen, tehát a sorozat eljut tulajdonképpen a 21. századig, és napjaink eseményeikig. Van egy nagyon érdekes magyar vonatkozása is, hiszen a második évad egyes részeit itt Magyarországon, Sopronban és Fertődön forgatták, úgyhogy természetesen ezek a városok és a helyek különböző angol városokat és helyszíneket játszanak, vagy alakítanak, de ez szerintem még egy kis plusz bájt és kedvességet ad a sorozatnak. Tehát aki szereti a történelmet, és szereti a brit uralkodó, és érdeklődik a brit uralkodó család iránt, annak mindenképpen ajánlom a figyelmébe ezt a sorozatot. Angol tanulás szempontjából azért tartom ideálisnak, mert nagyon szép, elegáns brit angolt fogsz hallani a sorozat egyes részeiben, és tökéletesen alkalmas ez a sorozat arra, hogy megismerd a brit arisztokrácia szójárását, nyelvezetét és beszéd stílusát. Tehát még egyszer, ha érdekel téged az angol nyelvtan és az angol történelem, akkor mindenképpen nézd meg ezt a sorozatot. Köszönöm a figyelmet! Javaslom, hogy mind a 3 sorozatot nézzétek, kezdjétek el nézni, hogy minél több angol szót felszedjetek a sorozatokból. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!